február 25-ig kell a katás vállalkozásoknak bevallaniuk a tavalyi bevételeiket. Az erről szóló dokumentumot kétféle formában várják. Ebben az esetben két lehetőség van, tehát elektronikusan is be lehet nyújtani, és papíralapon is. Akikre nem vonatkozik az elektronikus út használatának a kötelezettsége, ők papíralapon is benyújthatják ezt a bevallást. Egy példányban kell eljutatni az adóhivatalhoz, arra kell nagyon odafigyelni, hogy ezt az egy példányt mindenképpen írják alá. Akik elektronikus út használatára kötelezettek, ők csak és kizárólag elektronikusan tudják elküldeni a bevallást az adóhivatalhoz. Az elektronikus útra kötelezett katásokat segíti a NAV által rendelkezésre bocsájtott program, amivel egyszerűen teljesítheti kötelezettségüket az adózók, mondta a sajtóreferens. Mindenkinek figyelni kell azonban a határidőre, hiszen késedelmes bevallásnak számít a 25-i utáni leadás. Ebben az esetben pótdíjat szabhatnak ki. Ha valakinek nem volt bevétele 2020-ban, akkor a bevallás nyilatkozat részét nullás adattartalommal kell benyújtania.